kedves diákok, leendő kollégák. Talán mert mondani remélem, hogy sokan választjátok majd a mérnöki és természettudományi pályákat. Talán az előadás is meggyőzhet benetek abban, hogy ez egy fontos társadalmas nemzetbőrűség, számára fontos tevékenység. Sőt, ebből meg is lehet élni, hogy minden szakmában a legjobbak, ezből nagyon szépen meg is tudnak élni ezek a foglalkozási ágakból. Külön öröm számomra, hogy nem április 1-én a Bolondok napján tartjuk ezt. Ugyan ma lefelé jövet a rádióban megtanultam, hogy ma az autisták napja van, ezen közben elgondolkodtam, hogy egyszerűen normális, mentálisan teljesen egészséges emberek, akik csak simán szorgalmasak, azok számára esetleg minden negyedik szökében, mondjuk február 29-ig ki lehetne jelölni, hogy ez a teljesen egészséges emberek napja. Elnézést, átadom szomorúak vagytok, nem is tévának szálltam. Rádióaktív sugárzás velünk él, a Föld keletkezése óta egyáltalán az univerzumban jelen van, és mióta hát a Mengele ugye zseniálisan, 150 évvel ezelőtt megalkotta ezt a periódusos táblát, azóta tudjuk, hogy plusz egy néhány természetes rádióaktív elem van. Háromféle fő sugárzási formát ismerünk. Alfasugárzás, amely nagyon gyorsan elnyelődik, ezzel szemben nagyon veszélyes az élő szervezetekre. Ez lényegében egy hélium atomnak kibocsátását jelenti. Az tulajdonképpen egy elektronsugárzás, szintén elég veszélyes, de ez is viszonylag hamar elnyelődik. Már egy deszkallap képes gátat szabni az elektronsugárzásnak. Agalmas sugárzás, amelyet talán mindenki jól ismer, egy fotonsugárzást. Ez a röntgen sugárzás, amelyen tudom, ti is már átestetek melkasi röntgen, vagy akár csontörés, vagy egyszerű röntgen vizsgálaton. Nem szeretnék nagyon képetekkel nyugodni benneteket, de talán két mértékegységgel hívom föl a figyelmet. Egyik ez a bizonyos gré, amely az elnyelt dózist, rádióaktív dózist jelenti, egy anyag tömegegységében az összes sugárzási energiát, tehát látjuk a mértékegység elegére joule per kilogram hányadosan jellemezhető, és még fontosabb, számunkra, illetve a bioszféra számára, ez jelenti azt, ez mutatja meg, hogy az élő szervezetekre milyen veszélyeket potenciál rejt a rádióaktív sugárzás. Ez is joule per kilogram, de itt már az egyes szövettípusokra, tehát csontvelő, vagy szemretina, stb. Itt már ez egy ilyen kumulált és súlyozott képlet. Hát ugye azért gondolom, azt tudjátok, hogy a szummaja az összeadásokat jelent, és ezek a bizonyos súlytényezők, amelyeket empirikus tapasztalati alapon állapítanak meg a rádióbiológusok. Ez talán egy érthető táblázat, de itt is kérem majd megfigyelni a mértékegység változásokat. Gondolom matematikában már ezeket az úgynevezett decimális prefixumokat tanultátok. Tehát a szívertnek a 10 a mínusz 6-on, tehát milliomod része a mikron, és a milli, ugye hát a 10 a mínusz 3-on, tehát ezer része. Tehát itt azért figyeljük majd az ugrásokat. Minden teljesen közösséges tevékenység, emberi tevékenység tartalmaz rádióaktivitást. Én azért fölhívnám például erre, tehát atomerőmű 50 mérföldes közvetében élni egy évig, ez 900-as mikroszívert. Ehhez képest, aki mondjuk egy széntüzelésű erőmű közvetében él egy évig, láthatjuk, hogy majdnem egy nagyságrenddel nagyobb dózis kap. Tudniillik a széntüzelős, tehát az erőművi, széntüzelős erőművi pernyékben is vannak rádióaktív elemek. Szintén fölhívném a figyelmet, hogy például aki pilóta akar lenni, az mondjuk négyszer akkora dózist kaphat, mint az az ember, aki simán érdekel a Földön. Tudniillik a napi átlagos természetes háttérsugárzást is, 10 mikroszívvel, átlagosan a Földön van, ahol több van, ahol kevesebb, Skandináv, Pajzson, Svédországban mondjuk kétszerese, itt az Alföldön lehető nem érje el a 10 mikroszívvel. Aki pilóta akar lenni, azért ennek a négyszeresét kapja meg dózisban. És akkor nem beszéltem az űrhajósokról, ezt is kevesen tudják, az űrhajózásban is
egy dolog az, hogy a szüntelenség állapotában, vagy a csontépkovást kapnak azért nagyon sok keringési problémát, de a nagyobb kockázat az, hogy kint a világűrben elég komoly rádióaktív dózist kapnak. Hát, hogyha most nagyon, hogy mondjam, pessimista akarok lenni, ezért megmutatom, a halálos dózis az 8 szívvel, de hogyha összehasonlítjuk itt a, például ezt a bizonyos 10 mikroszívvel, tehát akkor kiszámítható, hogyha valakinek mondjuk úgy 1000-2000 évig kellene élni ahhoz, hogy a természetes háttérsugárzásból összeadódjon egy halálos dózis, ez nyilván még elméletileg sem helytálló számítás, csak hogy lássuk, ezek a számok azért nagyon nagyságrendileg eltérőek. A jogi definíciókkal nem mutatnálak benneteket, de hát magának a rádióaktív hulladéknak a definíció az, hogy további felhasználása már nem kerülő olyan rádióaktív anyag, amely sugárvédelmi elvizet alapján nem kezelhető közönséges hulladékként. Erről jogszabályok megemlékeznek, hogy mely ez. Például a magyar joganyagban megfelelően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásaival a következő osztályozást kapjuk. Két attribútum jellemzi a rádióaktív hulladékokat, egyrészt az aktivitás alapján, illetve a felezési idő alapján osztjuk fel ezt a nagy halmazt. Kis aktivitásúak, illetve közepes aktivitásúak, amelyeknek a hőtermelése 2 kW per köbméter alatti, e felettiek azok a nagy aktivitású hulladékok, illetve a felezési idő alapján is felosztjuk, vannak amelyek kisebb, mint 30 év felezési idővel rendelkeznek, azok a rövid élettartamú izotópok, a hosszú élettartamúak, amelyek a felezési ideje 30 évnél hosszabb. Felezési időről nem tudom, hallottatok-e már fizikaórákon, a rádióaktív bomlás jól jellemezhető a felezési idővel, amely ez 30 azt jelenti, hogy egy egységnyi rádióaktív elem 30 év alatt bomlik a felére. Ez nagyon fontos később a biztonságértékelések során, tehát maga önmagában ez egy kedvező tényező, majd vissza fogok rá térni. Tehát, hogyha megfelelő ideig várunk, akkor egyes rádióaktív izotópok már 4-500 év alatt 10.000 részükre bomlanak. Hozzáteszem, a felezési idő néhány naptól néhány százmillió évig is terjedhet. Tehát vannak olyan rádióaktív elemek, amelyeknek a felezési ideje a Föld, vagy egyáltalán az univerzum idejével, tehát 4-5 milliárd, másfél milliárd évvel is összevethető hosszúságú a felezési ideje. Ez egy másik osztályozása, szintén az aktivitás tartalma, mert a felezési idő függvényében a rádióaktív hulladékoknak. Nem is ez a lényeg, inkább a konklúzió, a nemzetközi szabványok alapján és ajánlások alapján a nagy aktivitású hulladékok elhelyezése csakis mélységi földtani geológiai formációkban képzelhető el. Ezek jellemzően 7-800 méter mély bányák. Látni fogjuk, hogy a kőzettípusok is önmagukban olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek az izotópok ne tudjanak kijutni a bioszférához. Kis és közepes aktivitású hulladéknál kétféle lehetősége van az államoknak, vagy szintén ilyen bányászati megoldásokat kialakított geológiai lerakókban, jellemzően sekély mélységekben, 2-300 méter mélységben, vagy akár a felszíni, sekély felszíni lerakók is elfogadhatóak. Hogyha rádióaktív hulladék elhelyezésről beszélünk, egyértelműen be kell illesztenünk a környezetvédelmi koncepcióba. Talán még nem tanultatok erről, de minden környezetvédelmi hatásbeszélés, hatásvizsgálat alapelve az, hogy szennyezőforrás, a szennyezés terjedése, illetve a receptorok. Tehát pollution source, pollution pathway, illetve receptors, vagy environmental compartment. Elnézést, hogyha mi a hangot szarkat használunk, de angolul biztos tanultok. Én kérem, legyünk ennyire kozmopoliták, hogy alap angol szavakat megértünk. Tehát azt kell értékelni, hogy a lehetséges szennyezőforrásokból milyen ágense, víz vagy levegő által jut el a bioszféráig, legyünk ennyire önzőek az emberiségig, az emberekhez, az az egészséget általános szennyező elem. Ugyanez a koncepció érvényes a rádióaktív hulladék elhelyezésre,
Maga a szennyező forrás, az vagy a kiégett fűtőelem, vagy a civil használatokból származó zárt sugárforrások, amelyet használ az orvostudomány, használ az élelmiszeripar, használ a geofizikai kutatás, mi magunk és a szűkebb szakmánk. És ezeket általában már önmagunkban hulladék csomagolás olyan, hogy magában ezek az acélhordók, az acélhordókat körülvevő bentonit vagy diatomit, tehát különböző szorbens természetes anyagok, illetve a vasbeton benfoglaló csomagolás már önmagában évszázadokig képes visszatartani a rádióaktív izotópokat. És ezek után, ha még innen is megszöktének ezek az izotópok, a további biztonságot a földtani környezet maga kell, hogy biztosítja, tehát a vízátemeresztő szorpciós tulajdonságokkal jellemző kőzetek. Ezt hívjuk a többszörös védelem elvének, tehát amikor a mérnöki ember által készített gátak, illetve a természetes gátak, nevezetesen a földtani környezet biztosítja azt, hogy a bioszférába ezek a rádióaktív elemek ne tudjanak kijutni. Tulajdonképpen ezt már el is mondtam. És ahhoz, hogy a hatóságokat ugye erről meg tudják győzni a hulladék birtokosai, illetve magát a közvéleményt is, ehhez készítik el a folyamat végén, a környezeti hatásvizsgálat végén ezt a biztonsági értékelést, amely a mértékadó rádióaktív, a hulladékban lévő mértékadó rádióaktív elemek, szennyező, a túrásokban toxikus elemeket vizsgálja abból a szempontból, hogy a kiszabadulás esetén is legfeljebb milyen dózist képesek jelenteni a környező bioszféra és a helyben élő emberek számára. A hatósági korlát, ez a bizonyos 10^-1 millisievert, itt 10^-1 szívert, megint vigyázzunk a mérettaránya. Tehát, és láthatjuk az ábrából a különböző izotópokat, hogy legfőjebb ez a kumulatív rész, tehát az összeadott dózis, ez a bizonyos fekete vonal, legfőjebb 10^-7 szívert per évet éri el, és mikor? 10 000 év múlva. Tehát látjuk, hogy gyakorlatilag nullában, mikor az összes hulladék lekerül a föld alá, bezárják a lerakót, az a nulla, nulladik év, 100 év múlva gyakorlatilag minimális az emelkedés, 1000 év múlva, amikor már egy-két izotóp kiszabadul a csomagolásból, de még mindig nem éri el a felszínt, és 10 000 év múlva, amikor esetleg már felszín közelbe kerülnek az izotópok, akkor már a felezési idő miatt annyira lecsökken az aktivitásuk, hogy 3 nagyságrenddel alatta maradnak az egészségügyi határérték. Ez úgy érthető nagyjából? Követhető volt ez a logika? Majd a végén lesz lehetőség kérdésekre, és akkor talán ki tudom fejteni. Miért is gondolták azt az emberek, mérnökök, tudósok, hogy a földtani közegnek van ilyen izolációs szigetelő tulajdonsága? A természethez nyúlunk mindig, természeti analógiákhoz. Hát például a geológusok találkoztak egy természetes nukleáris reaktorral Kanadában, ahol 100 millió évig ez a bizonyos urán felmosulás ténylegesen nagy koncentrációban generált rádióaktív elemeket, de ez nem jutott ki a felszínre. Tehát ekkor gondolták a geológusok, hogy ezért a maga földtani környezet, ezek a kőzetek alkalmasak hosszú távon izolálni a rádióaktív izotópokat. Példákat tudnék Európából, meg a világról, ugye a kis és közepes aktivitások, hulladékok végleges formáira, ezek a felszíneket mutatja, ezek a felszín alapjakat. A felszín alapjakról azért megjegyzem, hogy 4 kőzettípus az, ami a fókuszban van. Egyrészt a gránit, amely egy mélységi magmás kőzet, másrészt a kősófélességek, tehát a kálisó, nátrium klorid, amit ténylegesen ugye szórunk az ételünkbe, az agyakkő és a tufa. Mindegyiknek vannak nagyon tulajdonságai, tehát egyrészt könnyen bányászható, könnyen alakítható ki a tárolótér, ezért a formációban van egy természetes szorpciós kapacitásuk, nem nagyon engedik át a vizet, persze a vizek áramlásának ellenállnak, és így tovább, tehát ez a 4 kőzettípus, ami kijelölésre kerül.
A Fulbright ösztöndíjamhoz kapcsolódóan, amit 2002-ben teljesítettem, a Fulbright bizottság támogatott egy 3 hónapos ösztöndíjat, amikor is az USA rádióaktív fulladék elhelyezését gyakorlatilag tanulmányoztam, azon belül is kicsit a hatósági engedélyezés ügyeket, mert hát már akkor is egy hatóságnál dolgoztam. A világ első engedélyezett nagy aktivitású rádióaktív hulladék lerakója ez a bizonyos VIP, Waste Isolation Pilot Plant, Új-Mexikó államban, Carlsbad mellett, amely kősóban 200 méter mélyen, lényegében egy mesterségesen kialakított bányában rakja le ezeket a nagy aktivitású hulladékokat. Hozzá kell tennem, ezek nem kiégett fűtőelemek az atomerőműből, ezek lényegében az USA katonai iparának, főleg a hidegháborúhoz kapcsolódó katonai iparának a katonai rádiaktív hulladékait tárolja ez a bizonyos lerakó. Tehát ezt azért tudnunk kell, itt még nem erőművi kiégett fűtőelemeket tárolnak. Bányászatról nem tudok nektek sokat mondani, mert nincs időm, de általában legalább 2 napra van, 4, tehát az akna az a függőleges, hát egy függőleges enger a cső, a bőrben, az van egy légbetápláló akna, kimenő légvágat, van egy, itt, ezen az aknán szállítják le a hulladékot, ezen pedig a kibányászott só kerül ki, és itt látjuk a kibányászott sónak a medőhámlóját. 1999 óta működik, maga a külső formáció az egy 250 millió éves. Kétféle hulladék van, vannak a teljesen ártalmatlan, hát teljesen ártalmatlan, tehát a helybeli munkások számára a munkavégzés alatt nem kockázatot nem jelentő hulladék, tételesen targoncával, teherautóval beszállítják ezeket a bizonyos hulladékcsomagokat, és van egy másik típusa, ami azért kockázatosabb, tehát még a munkások sem közelíthetik meg a hulladékot, amilyen távirányítású targoncákkal, robotokkal helyezik el, ilyen vízszintes, henger alakú és oldalvágatokban. Magának a tárolótérnek ez egy fölülnézeti metszet, tehát hogyha egy fölülről ránéznénk a 700 méter mélyen fekvő termekre, akkor láthatjuk, hogy itt vannak az aknák, és ez úgy néz ki, mint a Manhattan, tehát egyirányú utcák, tehát valahol itt mondjuk jön a targonca a hulladékkal, ugye betáplálja ebbe a kis cellába a hulladékot, majd ezen a követett, nincsenek a nyilak följelölt, de tényleg egyirányú utcák. Még annak a kockázatát is elkerülendő, hogy esetleg két targonca összeütközik a föld alatt. Tehát ez egy nagyon gondos dizájn, ahogy mostanában mondják magyarosan. Egy szomorú, hát mondjam, nem annyira sikert történet, még az USA-ban is vannak kudarcok, ez a bizonyos Yucca Mountain, Nevada-ban. Ide lettek volna elhelyezve a kiégett fűtőelemek, tehát az atomerőművi kiégett fűtőelemek, vulkáni tufa formációba, nagyon kedvező, tehát nem nagyon esik az eső, ugye csapadékvizek nem tudnák évszázadok alatt sem kioldani a hulladékot. Egy eleve katonai kísérleti telep közepén volt ez a bizonyos projekt. Ami gond volt vele, és félek tőle, hogy a végső döntésben is nagy szerepe volt, hogy Las Vegas viszonylag közel van, ugye az egy komoly hely, márhogy komoly gazdasági tényező, azt hiszem, hogy 200-250 kilométerre van ettől a helytől. Végülis 2010-ben Obama elnök úr úgy döntött, hogy elabortálódik, tehát nem folytatják ezen a helyen a kutatást, de akkoriban, tehát a 2000-es évek elején a világ legnagyobb vágathajtó berendezése itt működött, ez a magasság, ez olyan 6 méter körüli, és itt vannak ezek a bizonyos gyémántbetétes forgó fejek, amelyek kihajtották a vágatot, itt látszik a vágat, ahogy bemegy a kőzetbe. Magyarország, kicsit csúszom az idővel, hát Debrecen pont kimaradt, pedig a Magyar Nukleáris Tudomány egyik felegváró, ugye itt a Debreceni atomki. Itt a következők vannak föltüntetve, Budapest, két kutatóreaktor van, egyrészt az akadémiához tartozó Sidebérci kutatóreaktor, másik a Műszaki Egyetemhez tartozó kutatóreaktor. Paks, nyilvánvalóan ezt mindannyian ismeritek,
4 darab 460 megawattos orosz típusú nyomott vizes reaktor, aminek ugye az első két reaktora már kezd előregedni, ezért van szükség új reaktorok beüzemelésére. A kiégett fűtőelem ott a helyszínen egy ilyen passzív beton silóba kerül tárolásra. Abban a szempontból passzív, hogy láthatják, hogy ilyen kémények vannak, gyakorlatilag alul bemegy a levegő és fölül kijön, tehát egy léghűtés szükséges. Azok a kiégett fűtőelemek még mindig gerjesztenek hőtermelést, meg hőtermelnek, és ez a bizonyos kiégett fűtőelem kerül majd vélhetően a odai agyagkőzetbe, de szerencsére van még időnk, tehát van még egy 40-50 évünk, amíg ezt a bodai agyagközetet meg tudjuk kutatni, és a végleges elhelyezésük meg tudjuk oldani. A Püspökszilágyon egy régebbi lerakó van, jellemzően az orvosi alkalmazásokból, egyéb ipari alkalmazásokból, élelmiszeripar alkalmazásokból, geofizikai szondázásokból származó zárt sugárforrásokat tárolják a Püspökszilágyon. És amiről főként fogok beszélni, ez a bizonyos bátalfáti kis és közepes aktivitású lerakó. Nem vesz időm részletesen elmondani ezt az ábrát, tulajdonképpen itt már emlegettem, ugye Pakson, ami ez a bizonyos bátalfáti lerakó, lényegében a paksi kis és közepes aktivitású hulladékot fogja befogadni. Hogy néznek ezek ki? Nagyon prózai dolgok, tehát az erőművi dolgozók levetett ruhái, szerszámok, a különböző hűtőkörök, ioncserélő gyantái, egyéb üzemi hulladék. Tehát ez a bizonyos kis és közepes aktivitású rádiaktív hulladék, amely kb. 20 000 köbméter kerül Bátalpátiban lerakásra. A leszereléskor, tehát majd amikor az első két blokkot elkezdik 20-30 év múlva leszerelni, akkor további kis és közepes aktivitású hulladék, maga a beton blokkok, beton törmelék kerül majd még Bátalpátiban. Kiégett üzemanyagról pedig már beszéltem. Maga a telep egy kiválasztása, egy fokozatos tudományos megközelítés volt. Eleve kizártuk, tehát elég gálásak vagyunk a szomszéd országokkal szemben. Kizártuk a határmenti 30 km-es sávot, árterületeket kizártuk, szeizmikusan veszélyes területeket kizártuk, tehát azért Magyarországon is volt már történelmileg 6,3-as földrengés, mint tudjuk, ami azért már egy ilyen létesítmény szempontjából nem kedvező. Karsztos területeket kizártuk, Dunántúli középhegység Fürkőt, és így tovább. Majd a végén ez a szisztematikus szűrés révén jutottunk az üvegkutai területre. Ez egy földtani térkép, szép színes, nyilván nem nagyon tudjátok a jelentését, de itt van a mecseknek, ugye a paleozós, meg részben középidőszaki homokkövek, karbonátos mészkövek tömege, és itt van ez a bizonyos karbon időszaki, nem is tudom, ez olyan 300 millió év körüli gránit test, Molnár környékén, amelyet elkezdett a geológusok érdeklődni. Maga a kőzet így néz ki, és a szűkebb terület tömbszervén erősen magasítva, tehát egy háromdimenziós tömbszervén így néz ki. Alul az ide gránit, majd felette kicsit már málott, repedezettebb gránit, és itt legfelül úgynevezett negyedidőszaki, tehát néhány ezer, néhány tízezer éves lösz és egyéb lazar üledékek. A gránit modellezése nagyon fontos. A gránit, ahogy mondtam, önmagában nem nagyon ereszti át a vizet, nincs is benne túl sok víz, azonban a repedezett zónái képesek a vízvezetésre, és rájöttünk arra, hogy vannak nagy úgynevezett tektonikus, tehát vetőzónák, amely elég régi a között 300 millió éve, tudjátok képzelni, hogy 300 millió év alatt a Pannon-medence is mozgott, tehát helyenként bizony ez az egyébként jó gránit is eltört, és a törések mentén a vízvezetés nagyságrendekkel gyorsabb tud lenni, mint a tömött kőzetben a szivárgás. A vízvezetés pedig azért fontos, mert a rádióaktív az esetlegesen a tárolott térből 100-200-500 év múlva kiszabaduló izotópokat a víz képes felszállítani az ember viselő környezetében, tehát a bioszférában. Különböző méréseket, tehát az alapkutatás azért ilyen mélyfúrásokkal történt. Nem tudom, tudjátok, mi az a mélyfúrás. Gyakorlatilag lefúrnak
néhány száz méterre, különböző információkat nyernek itt a geológusok, és le tudnak bocsájtani különböző nyomjelző folyadékokat, meg tudják vizsgálni, hogy két út hogyan kommunikál egymással, tehát ebből a útból az itt lebocsátott víz képes átszivárogni a másikba, és ha igen, akkor hogyan? A lassú szivárgással vagy vetők mentén kapcsolódik a terület. Ez itt egy EO, földrajzi koordináta, ez pedig a mélység, tehát látható, hogy a plusz 200 méter magas domb, itt van nulla szint és mínusz 200, tehát ezek a fúrások ilyen 4-500 méter mély fúrások voltak. Természetesen nem lehet egy ekkora területet sajtán fúrni, akkor már önmagában az ember tenné tönkre ugye az izolációs képességét a tűzetnek, tehát ugye ez érthető, van egy tömör sajtunk, azon nem megy át a víz, hogyha halálra fúrjuk, akkor magukon a fúrójukokon keresztül fog áramlani a víz. Ezért számítógépes, véletlenszerű szlovasztikus módszerek alkalmazásával is végeztünk modellezést, pontosan ezeknek a repedezett, tektonizált zónáknak a kimutatására. Ami, és ebből következett egy ilyen nagyon egyszerű elméleti modell, hogy a tárolóból milyen pályákon tud kijutni az izotóp, nyilván több ezer év után. Szintén modelleztük ezeket a felszínre érési időket, és azt kaptuk, hogy 6-8 ezer év alatt, ez egy úgynevezett Gauss-görbe, tehát jellemzően 6-8 ezer év alatt képesek kijutni ezek az izotók a felszínre, ami megnyugtató, mert kis és közepes aktivitású hulladéknál ez a bizonyos hatósági korlát 600 év, tehát 600 év alatt ezek a kis és közepes aktivitást jelentő izotópok már annyira lebomlanak felezés idejük révén is, hogy nem jelentenek kockázatot a lakosságra. Tehát ilyen szempontból látjuk, hogy egy nagyságrenddel később, nem 600, hanem 6000 év alatt fognak kijutni ezek az izotópok. Ennek a térbeli ábrázolását láthatjuk itt, és ismét egy fölülnézetit, ezeket a bizonyos felszínre érési időket egy felülnézeti horizontális merszeten láthatjuk. Ez alapján, tehát látjuk itt már ezek a sötétkék, ez a 10 000 év alatt jött ki az izotóp, ez alapján lett belőve, hogy az adott kutatási területen végülis melyik konkrét pici térrészben legyenek elhelyezve ezek a bizonyos betonsílók. Amikor már megkezdődött kijelölésre került ez a terület, akkor két távozatos lejtaknával, a lejtakna, ami nem függőleges, meg nem is viszintes, hanem kicsit a lejt, a bányász kollégák ezt kifejtették, és ez néhány fokos lejtésűek, ezek azt hiszem, hogy 1,7 km hosszúak egyenként, és így néz ki, amikor a vágatrajtás megy, egy-egy vágat vájvég, ahogy mondják a kollégák, és ami egy laikus számára teljesen szürke masszának tűnhet, a geológusok azért nagyon precízen meg tudják állapítani a törészzónákat, esetleges közvetlen eltéréseket. Néhány fénykép, ahogy a két vágat indult, 2005-2006 környékén. Természetesen országgyűlési határozat kell egy ilyen döntés, ez is a 2005-ben megvolt, és körülbelül így fog kinézni Bátalpát, itt láthatjuk, itt van a két lejtakna, maga a tárolótér, ebben a két kamrában. A jelenlegi elképzelés, több mint koncepció, már konkrét mérnöki terve, így néz ki az egyes kis celláknak, tehát ahogy mondtam, acélfalú konténerek, vasbeton tárolótér, de cementmátrixba fogják az egyes acélhordókat a beton konténeren belül még fixálni, és illetve még nem teljesen világos, hogy ebbe a térbe raknak-e más esetleg ilyen szorzás, tehát izoláló tömedékanyagot, diotomát, vagy bentonit, vagy egyéb vagy a féleséget. Tehát ez a jelenlegi állapot már megkezdődött a hulladéknak a Bátalpátiba történő szállítása. Én úgy tudom, konkrétan a kamránkban még nem került hulladék, de ez egy élelegzítében nincs. Én köszönöm szépen a figyelmet, elnézést, hogy hadarnom kellett, de ezek több órás előadások, amikor az egyetemben beszélek erről. Nagyon nehéz volt így kondenzálnom, de és talán élveztétek. Várom a kérdéseket, és köszönet illeti az infelsoroltatot.